Amikor a gubacsokról beszélünk, akkor általában a nagyméretű, kézzel is jól megfogható képződményekre gondolunk. Ezek keletkezhetnek rovaroktól, atkáktól. A mezőgazdaságban főleg az atkák által okozott károsításra gondolunk, amikor gubacsatkákról beszélünk, és furcsa módon itt nem keletkeznek nagyméretű göbök, hanem egy nemez réteget fejlesztenek, vagy pici apró szemölcsös kis képződményeket alakítanak ki az atkák. A lényegük ugyanaz, ennek a védelmében károsítanak, szivogatnak és szaporodnak. Jól ismerjük Dión például a kártételüket, ez a Dió szemölcsös gubacsatkája, és szőlőn pedig szerintem minden házi kertes találkozott már a szőlő nemezes gubacsatkájával, ez a fonákon készült fotó a vastag fehér nemezszerű védőrétegről. Szőlőnek is van nemezes gubacsatkája. A tűztövisen filmeztem, mert ennek már kialakultak a zöld levelei, tehát ez az előzőeknek a fajtestvére. Érdekességként itt a levél színén is kialakul ez a nemezréteg. A szőlőben pedig és a dióban is a rügypikkelyek alatt telnek át, tehát a szőlőnél már itt van a szöszösödés állapota, ebből már is költöznek ki, és keresik fel a fiatal leveleket az atkák, és itt megtelepednek, és kialakítják a készítményeknek áthatolhatatlan réteget, a gubacsot. A biotermesztőknek is van lehetőségük, kevesebb, mint a konvencionális kertészeknek, ezért nekik különösen figyelni kell a permetezési időpontokra. Most ismételni lehet kénes gombaölőkkel, majd a nyár folyamán, amikor elhagyják a gubacsokat, a nemez réteget, akkor szintén permetezni kell, mert folyamatosan felkeresik a friss leveleket, hogy újabb telepeket alakítsanak ki. Íme megjelentek a biológiai készítmények is, tájékozódjanak a biokutatás.hu-n. Lassan kikerülnek a kerti ágyásokból és az óbudai megfigyelőkert magas ágyásából is a növények. A madársaláta, a fokhagyma, a hagyma mellett a spenót is szépen díszlik, ebből főzelék lesz. És hát nagyon sokan megkérdőjelezik, hogy megéri-e ezzel foglalkozni. Ha a munkaidőben, anyagköltségben számolnák, akkor biztosan azt lehetne mondani, hogy inkább valamelyik zöldségesboltba vásároljunk. Azonban, ha erre a salátástára gondolok, aki így tudja kezdeni a reggelt a zöldhagymával, fokhagymával, madársalátával, és mindez wasabi levél ágyon található, azt mondom, hogy már csak az esztétikai látvány miatt is megéri, arról nem is beszélve, hogy ennek a zöldjét is biztosan bevághatjuk a salátába, a keverékbe, hiszen nem permeteztünk, nem végeztünk semmilyen kémiai növényvédelmet. A biotermesztőknek különösen fontos, hogy a pajorokat szedjék össze, és szűrjék ki az ágyásokból, legyen az akár kerti, akár egy ilyen magas ágyás, mert ők nem tudnak kémiai növényvédőszerekkel védekezni. Itt már bizony lehet, hogy ezek között cserebogár pajorok is megtalálhatóak, hiszen szabad volt a felület, ide már lerakhatták a tojásokat. Minden késik az idei évben. A hatodik felhívásban írtam a talajfertőtlenítés lehetőségeiről, és itt a biológiai lehetőséget is megtalálják a biotermesztők. Illetve a biokutatás.hu-n továbbra is tájékozódhatnak a biológiai módszerekről. Jó kertészkedést és jó étvágyat kívánok a friss salátához!